Szeretettel köszöntöm Fosztó László roma kutatót, a Nemzeti Kisebbség Kutatóintézet munkatársát, akit ugye azért hívtunk ide, hogy a roma jelenségről, mint olyan, hadd nevezzem így, beszéljünk. Elsősorban, László, roma vagy cigány? Ez nekem mindig óriási gondot okoz, kiváltképpen műsorban. Hát a... Igen, ez egy állandóan vitatott kérdés, de szerintem nem ez a legfontosabb. Mert hogyha az ember szemből találkozik, akkor a nevén szólítja az embert, nem azt mondja, hogy magyar, vagy cigány, vagy roma. Politikailag nyilván érzékeny téma, és hát a politikailag helyes megnevezés az a roma. Most már Romániában is ez, egész Európában általában ezt használják. Viszont, ha vannak olyan közösségek, és vannak olyan közösségek, akik azt mondják magukról, hogy mi magyar cigányok vagyunk, vagy cigányok vagyunk, akkor az megtisztelje a közösséget, hogy azzal a névvel kell írni, beszélni róla. Tehát nem lehet egy külső szempontból ráerőltetni egy másikat sem. Ha ők úgy döntenek, hogy romaként akarják definiálni magukat, akkor majd úgy beszélnek magukról. Tehát, hogy akkor kell figyeljünk egymás érzékenységére, és ugye itt is rá lehet kérdezni az emberre, hogy te hogy szeretnéd, hogy szólítsalak, cigánynak szólítalak, vagy romának szólítalak. Igen, tehát ezt nem is annyira muszáj egyből rákérdezni ezt, hanem ez kiderül a beszélgetésben. Tehát, hogyha valaki egy nyitottsággal közeledik, és a másikban az embert látja, nem a feltétlenül egy etnikai reprezentációt keres, akkor... De ugye az etnikai hovatartozás sem lehet kikerülni, főleg nem a mai, a mi világunkban, ahol egyre inkább, és javítson ki maga a kutató, hogyha nem jól mondom, egyre inkább felüti a fejét a rasszizmus, nem feltétlenül csak a romák ellen, más nemzetiségek ellen is. Mi a helyzet, most maradjunk a romáknál, mi a helyzet ebben a tekintetben Kolozsváron? Hát itt vagyunk, látjuk, hogy mi a helyzet Kolozsváron, hogy a roma közösségnek egy része itt él a város szélén, kirekesztett környezetben. Nyilván ez valamit jelöl, tehát ez nem csak gazdasági oka van ennek, hogy itt élnek, ennek van egyfajta visszautasítás a többségi társadalom részéről, a fehérek részéről, magyarok részéről, románok részéről. Igen, azt is meg lehet említeni, viszont, hogy az árt közösségnek van egy előnye, hogy egymást támogatják, egy közös kulturális kódot kidolgoznak, tehát a történelem során is az árt közösségek azok nagyon sokszor értéket is termeltek, tehát nem csak a rasszizmus az, ami van, tehát van egy belső koherencia is, de ha a rasszizmusról beszélünk, akkor nyilván ezt nem lehetne kerülni. Tehát a leginkább rasszizmus által sújtott közösség Romániában ma a romák. A diszkriminációs pereknek is, vagy hát a büntetéseknek is, a túlnyomó többsége ilyen ügyekkel kapcsolatos, ahogy nem engednek be valakit valahova. Ilyen hirdetést tett fel egy cég, ilyen kiírás volt a taxisnál, hogy nem veszek fel romát, cigány. Tehát ezek létező jelenségek, és hogy ez ellen fel kell lépni egyrészt ugye a törvény erejével, másrészt ilyen események erejével is, ami megmutatja a közösségnek azt a olyan vonatkozásait, olyan arcát is, ami azt mondja, hogy szóval vonzóvá teszi tulajdonképpen ezt a kultúrát. A tegnap beszélgettem, tegnap előtt pontosabban, egy itteni fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy megpróbálta a szerencséjét egy kolozsvári üzletláncnál, bármit szeretett volna dolgozni, csak fogadják munkára, és egyszerűen elutasították a szemébe mondva, hogy cigány, és nem veszik föl. Tehát azért ilyen fájdalmaik is vannak az ittenieknek, hogy olykor szeretnének dolgozni, de ki vannak ugye utasítva a társadalomból. Hogyha jól tudom, László, létezik egy kutatás a Nemzeti Kisebbség Kutatóintézetben, amely azt méri föl, hogy Románia szerte melyik régiókban rasszistábbak az emberek. Létezik-e ilyen, és hogyha igen, melyik régió áll rosszabbul Romániában? Hát az első példa az, hogy valakit szemtől szembe visszautasítanak, nyilván ez a blatáns rasszizmus, ez az esetek kisebb része, ennél sokkal szubtilisebben működik általában, és az elítéletek és a stigma az sokkal áthatóbb, tehát ezek ilyen szempontból nyilván van ilyen, de ennél sokkal perverzebb és áthatóbban átszövi a társadalmat a visszautasítás. Ami a rasszizmusnak a méréséről szól, hát nincsen ilyen kutatásunk sajnos, hogy a rasszizmust mértük volna kifejezetten. Arról volt
etnikumközi távolságmérés, például hosszabb időn keresztül, nem csak mi, hanem más intézmények, a legutóbb az Elie Wiesel rendelt egy ilyen kutatást, a társadalmi távolság. Ez egy olyan módszer, hogy megkérdeznek egy sor kérdést, hogy elfogadná-e valaki házastársaként, szomszédjaként az utcába, a városba, vagy még az országba sem. Tehát ilyen listás. Ez egy 20. század elejé mérés, amit amerikai kontextusra dolgoztak ki a bevándorlókkal kapcsolatban. Tehát nem tökéletesen alkalmas erre, ami nálunk van. Viszont ezek a Bogarduskála a neve ennek a kérdéssornak. És hát az az érdekessége, hogyha valaki elfogad egy bizonyos fokút, akkor az összes többi utána következik. Tehát hogyha valaki elfogadja házastársként, akkor nyilván az összes többi is következik. De ezen a skálán a romák általában eléggé visszautasított stádiumba vagy stációba kerülnek, és van olyan, ahol ez még romlik is időközben. Tehát tulajdonképpen a stabilitás ezeknek az attitűdöknek eléggé változékony. Ennek a jó híre az ebben, hogy a pozitív irányba is változhat. Tehát például olyan esetekről tudunk, és volt ilyen kutatásunk, hogy egy faluban, amikor megnőtt a roma lakosságnak a száma, akkor megnőtt a visszautasításuk is, mert egyfajta fenyegetettséget érzett a többségi társadalom, aki lassan már kisebbségi számbeileg kisebbségi helyzetbe került. Viszont elég hosszú idő eltelt, és kiderül, hogy a migráció vagy másfajta ilyen társadalmi változás hatására egyáltalán nem az következik be, amitől félnek, hogy ők teljesen ki lesznek szorítva, akkor ez a visszautasítás az változik, legalábbis ez a... És hát ennek a mérésére az úgynevezett kontakthipotézis szokták használni, hogy amikor találkozik valaki egy ismeretlennel, akkor attól fél, visszautasítja, és minél inkább megismeri bizonyos feltételek között, ezt meg kell szabni azért, mert olyan feltételekről van szó, amik a pozitív és egyenlők közötti találkozásáról szól. Ez Gordon Allportnak volt ez a szintén a 20. századi hát migrációs kutatásokból származik ez a modell, és van olyan kontakt, ami ront az attitűdökön, de hogyha figyelünk arra, hogy milyen kontakt helyzeteket teremtünk, és azt hiszem egy ilyen fesztivál egy jó kontakthelyzet, arra van remény, hogy javulnak az előítéletek. Itt azt hiszem, hogy a kutató szájából elhangzott egy alapinformáció, az pedig a megismerés. A megismerés fontossága, hogy tanuljuk meg egymást megismerni, nézzünk akár egy-egy ilyen szép fiú szemébe, mulcum eskájveni, dakate daipu cindinkádru, merci, és próbáljuk meg megismerni az ő kultúrájukat akár. Nagyon sokan azt mondják, azt mondjuk magam is beleértve, hogy de miért nem tudnak ők másképp viselkedni? Miért nem tudnak ők azonosulni a mi társadalmi normáinkra? Miért nem tudnak akár csendesebbek lenni? Ugye nagyon sok panasz érkezik, hogy ők azért hangosabbak, ők azért másképp élik meg az ő mindennapjaikat. Na most ez is egy kérdés a kutató felé, miért? Hát ha meggondolom, én két napja ezelőtt én a Grigorescu-ban lejjebben lakom, az, hogy mennyire hangos itt, ez semmi ahhoz képest, hogy mennyire hangos ott. Tehát én nem látom azt, hogy ők túltennének rajtunk a hangosságban, bizonyos helyzetekben. Tehát én nyilván az, hogy miért viselkednek úgy, ahogy viselkednek, hát ez egy nagy kérdés, és azt hiszem, hogy ez nem azt elvárással kell közelíteni egy másik kultúrához, egy másik csoporthoz, hogy miért nem pont olyan, mint mi. Tehát, hogyha mi magyarok vagyunk, magyarul beszélünk egyféleképpen, képviselünk egy kulturális világot, értéket, akkor mi sem szeretjük azt, hogyha valaki azt mondja, hogy miért nem vagyunk pont olyanok, mint a románok, vagy miért nem vagyunk pont olyanok, mint az amerikaiak. Hát változik ez a kulturális sokszínűség az ilyen, és ezzel együtt lehet élni, addig szerintem, amíg nem válik ez egymás számára fenyegetővé. Tehát nyilván itt arra gondolok, hogy nem terrorizmus például, ez egy olyan kulturális jelenség, ami nem egy konstruktív helyzet. Tehát mi nagyon messze állok itt számunkra, szerintem sokkal kisebb és enyhébb kulturális különbségek vannak, amikkel kell foglalkozzunk. És semmiképpen sem szabad általánosítani ebben a kérdésben sem. Így van. Tehát én azt hiszem, hogy az intoleranciának vannak olyan formái, amiket nem lehet akkomodálni, nem lehet beilleszteni a társadalomban.
de hát ilyenek a, ugye az idegengyűlöletnek az extrém formái, a rasszizmusnak az extrém formái, egymással való erőszakos viselkedés, vagy a különböző társadalmak, a csoportoknak a kizárása, ami bármilyen kultúrában előfordul, például a nőknek a helyzetének a nagyon hátrányos helyzete, vagy a gyerekekkel való erőszak. Ezek olyan mozzanatok, amik nem elfogadhatóak. Ezekkel egyenként érdemes foglalkozni, nem azt mondani, hogy egy egész kultúrának a jellemzője, tehát ez nem... Hogy látja amúgy a kutató, hogy látja ön az itteni helyzetet? Ugye itt a Dallas negyedről beszéltünk, és még vannak nagyon sokan, akik a szemét telepen élnek gyakorlatilag, és onnan keresik meg a mindennapi betevőt, és akik nem kívánatos személyek a városban, ezt azért azt hiszem, hogy elmondhatom idézőjel nélkül. Mi lehet a megoldás számukra és számunkra egyaránt? Hát ezzel már azt hiszem, hogy előtte már nem sokan foglalkoztak és próbálkoztak megoldást találni. Nyilván nem egy egyszerű helyzet, mert az embereknek meg ez egy integrációs forma. Tulajdonképpen az életmódjuk, a gazdasági tevékenységük ide köti az anyagoknak az újra felhasználását, újra értékesítését végzik. Ez egy hasznos munka tulajdonképpen. De ezzel együtt jár egyfajta környezet, amivel nyilván olyan, hogyha ebben füstöl, ezzel tüzel az ember, akkor a füst beújik a ruhájába, érződik a ruhájának a szagán. Tehát, és ezt nem lehet azonosítani az emberrel, nem lehet a kultúrával azonosítani, ez a körülményeknek az összejátszása. Gondolom, ez az egyik oka a visszautasításnak, hogy mi volna a megoldás. Hát én azt hiszem, hogy Kolozsvár egy annyira erős gazdasági központ, és kulturálisan, szociálisan is annyira erős hely, hogy ezzel régen kellett volna érdemben foglalkozzon, és megtalálja azokat a lehetőségeket, amik szociális munka. Bizonyára régen. Már az utolsó óra után vagyunk, úgy gondolom ebben a témában is. Nem tudom, mert így szájról kellett olvassak, annyira hangos volt a zene, hogy egyetlen az oktatás kérdését érintettük-e, mert hogy úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos. Ezek a gyerekek többnyire iskolába járnak, a szamosföldi iskolába. Egy ilyen gyors felmérést végeztem két nappal ezelőtt, és 10 gyerekből 9 azt mondta, hogy jár a szamosföldi iskolába. Milyen rendszerességgel, nem tudom, de mindenképpen fölemelték a kezüket, hogy ők iskolába járnak. Az oktatás fontosságára térjünk még ki. Igen, hát itt az oktatásnak az egyik nagy problémája most a Covid után, hogy a Covid nyilván azokat sújtotta leginkább, akik hátrányos helyzetben voltak, akiknek nincs otthon internet, nincsen laptop és tablet, és hogyha van is, abban a szűk lakásban, hogyha 3 gyerek akar egyszerre online oktatásban részt venni, az lehetetlen. Tehát én azt attól tartok, hogy tulajdonképpen rosszabb a helyzet most, mint ahogy volt a 3 évvel ezelőtt. Tehát, de ezzel nem azért mondom, hogy ezt el kell fogadni. Tehát ezzel még inkább kell foglalkozni, és meg kell találni azokat az alternatív módokat, amik révén a délutáni foglalkozások és az alternatív informális oktatási formáknak bevonni azokat is, akik már tulajdonképpen kimentek az oktatási rendszerből, de még nem kapták meg azokat az alapvető képzettségeket, skilleket, tehát a írástudást, meg a számolni tudásnak azokat az eszközeit, amivel manapság a munkaerőpiacon érvényesülni lehet. Köszönöm szépen, Posztó László, és azt is, hogy ebben a hangzavarban vállalta így ezt az interjút. Nagyon köszönöm, majd stúdió körülmények között is folytatjuk tovább.